Köszöntöm nézőinket, Ön a kulturális magazinunkat látják, Ragoncs Erita vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Bor és szőlő a művészet jegyében. Cigány nép eredetét és történetét mutatták be Szekszárdon. Petkó Tamás plébános utazások a világban és a lélekben. Szeptember végére elkészül a Szent Háromság szobor. Az elmúlt évben egy Fürd Szekszárd címmel indította a kezdeményezést a Babits Mihály Kulturális Központ. Ennek részeként a helyi és környékbeli alkotókat szólították meg egy csoportos kiállítás megvalósítására. Alkossanak olyan műveket, amelyek a szőlővel és a helyi borvidékkel kapcsolatosak. A munkákból most a szüreti napok előrendezvényeként tárlat nyílt. A Babits Mihály Kulturális Központ márványtervében kedden nyílt meg az Egy Fürd Szekszárd alkotóművészeti kiállítás a szüreti hagyományok jegyében. Ezt a kezdeményezést az elmúlt évben indították útjára, amelyben szekszárdi és környékbeli alkotókat szólítanak meg egy csoportos kiállítás megvalósítása céljából. Ez az összefogás nagy sikernek örvend, mellyel a közösségi értékteremtésnek szeretnének kedvezni. Akrillal festek, próbálkoztam olajjal, de nem bírom a szagát végül is, tehát nem rosszul vagyok tőle, szédülök, és akrillal kezdtem el festeni. Vászonra akrill, és mindenevő vagyok, tehát én szeretem bár igazából az épületeket legfőképpen, de mindenevő vagyok, tehát virágokat is szerettem, a tájképet is, és az épületeket pedig a Szekszárdon, amit lebontottak épületek, abból azokat megfestem. Tettem, és nagyon nagy élvezet volt látni újra, mert ugye már csak az én festményeimmel lehet látni ezeket a képeket. Kettőt hoztam el, ugye ez a szüreti fesztivál jegyében van ez a kiállítás, és nyilvánvaló, hogy akkor ilyen jellegű, tehát van egy szekszárdi tanyám, és összecsendül két pohár, tehát két boros pohár egy asztalon, egy fehér és egy vörös boros pohár, ezt a két alkotást hoztam. A kiállítás célja továbbra is, hogy a szekszárdi dombvidék gazdag hagyományait és varázslatos tájait ábrázolja a művészet által. Ez egy olyan kiállítás most itt a Babits Mihály Kulturális Központban, amely nem tekint vissza hosszú évekre, hosszú hagyományra, ugyanis tavalyi évben indítottuk el ezt a fajta ötletet, hogy a város legnagyobb ünnepe kapcsán, a szekszárdi születi napok rendezvénysorozata révén hozzunk ide egy olyan autentikus kiállítást, amely tényleg a szüretről, a borról, a szőlőről, a csodálatos lankás dombokról, az itteni táj szépségeiről szól, és szólítsa meg azokat a helyben és a térségben élő művészeket, akivel mi évtizedes kapcsolatban állunk a művészeti tevékenységük révén. Itt olyan kiállítók művei láthatók most összesen 30 alkotótól, akik, ahogy említettem, nekünk nagyon fontos partnereink. Vannak ebbe félig meddig amatőrnek tekinthető művészek, vannak hosszú évtizedek óta itt a térségünkben alkotó képzőművészek, és a képzőművészetnek minden ága megjelenik. Összesen 30 alkotóművei csodálhatóak meg a tárlaton, ahol a képzőművészet minden ága megjelenik a legmodernebb vinorellektől, a klasszikus pasztel grafikai műveken át az olajfestményekig. Fantasztikusak a képek, megnéztem őket, és azt tetszik nekem, hogy ilyen nagy művészeti élet folyik itt. A város mint egy saját magából hoz ki ilyen művészetet, ami egy rendkívüli dolog. A művészet maga mindenhol megjelenik a Földön, meg a világegyetemben, ahol emberek vannak. És hogyha itt körülnézzük és nézzük ezeket a képeket, akkor azt látjuk, hogy itt egy nagyon intenzív, érdeklődő, nyitott közösség él, akik szeretik az életet, szeretnék megérteni az életet, és ezt valamilyen módon műalkotásokban manifesztálják. Ez azért nagyon nagy dolog, mert tulajdonképpen amit itt most látunk, ezt majd 100 év múlva is látni fogják, és látni fogják az emberek, hogy milyen volt 100 évvel ezelőtt, vagy akár még később időkben ebben a városban élni. Úgyhogy ez egy nagyszerű kiállítás, és nagy örömmel vagyok itt, hogy találkozzak a művészekkel, illetve néhány szót szóljak a kiállítás előtt. A szüreti napok kísérő programjaként a tárlat bemutatja a különböző művészeti ágakon keresztül azokat az értékeket, amelyekre többek között büszkék lehetünk. A borvidék természeti adottságait és a benne rejlő hagyományokat, a szőlőt, mint a minőségi borok legfontosabb összetevőjét, és a szüreti mulatságokat, amik mind a város közismert jellegzetességei.
A Távez Baktálor Legyetek Szerencsések című előadás legfőbb célkitűzése, hogy a lehető legkomplexebben és legsokrétűbben mutassa be a cigánynéphez kapcsolódó mesterségeket. Ahogy maguk a mesterségek is igen változatosak, úgy az előadás is törekszik a formai és művészi sokszínűségre. Mindehhez a Kárpát-medence magyar nyelvterületének változatos cigánytáncait, zenei és énekes anyagát használja eszközéül. Porzott a színpad a táncosok lába alatt. Megtelt a Babits Mihály Kulturális Központ színházterme a tánc iránt rajongókkal, ahol a Táven Baktele Legyetek Szerencsések című előadást mutatta be Fitos Dezső társulata, ami egy cigánymesterségeket bemutató dramaturgiai szövetbe ágyazott táncszínházi produkció. A műsor rendezője szinte már hazajár Szekszárdra, hiszen évekig vendégoktatóként vett részt a Bartina Néptánc Együttes életében. Bartina Tánc Együttesnél mi nagyon sokáig voltunk bedolgozó koreográfusok, Matokné Kapási Júla barátnőm nagyon sokat hívott minket, úgyhogy mondhatom azt, hogy egy generáció felnőtt a kezünk alatt, és hát nagyon sok pozitív és jó élmény köt ide minket, úgyhogy nagyon örülünk, hogy meghívást kapott a Táven Baktele, Legyetek Szerencsések. Az előadás célkitűzése, hogy a lehető legkomplexebben mutassa be a cigány néphez kapcsolódó mesterségeket. Ez a Kárpát-medence egy olyan gyűjtő terület, ahol a paraszti kultúránknak a csodálatos ugrós figuráit a cigány figurák archiválták nekünk, hiszen a cigányokról elmondható, hogy a mai napig a hagyománytisztelet, a hagyományőrzés, a táncok, énekek áttörökítése napi szinten még fellelhető családokban. Úgyhogy mi is nagyon szeretjük ezt a műsort. Közreműködik a társulat, a legfiatalabb, legfrissebb hivatásos együttes a Fitos Dezső társulat mellett, a Kanáró zenekar, Lakatos Mónika és Rostás Mihály Mazsi, és ezen kívül Pálházi Bencék, akik az állandó zenekarunk, és fantasztikus muzsika, énekek fölfűzve 90 percben. Ahogy a foglalkozások is igen változatosak, úgy az előadás is törekszik a formai és művészi sokszínűségre. Mindehhez a Kárpát-medence magyar nyelvterületének változatos táncait, zenei és énekes anyagát használja eszközéül, kitekintéssel a nyugat és kelet-európai cigány kultúrára. Megjelenik a kovács és drótos mesterség, a teknővályók, a sármunkával foglalkozók, valamint a mutatványosok és a zenészek mindennapjai is. Mészáros Kinga szekszárdi születésű táncművész a Szentendre táncegyüttes kötelékében érkezett vissza szülővárosába, hogy hazai környezetben mutassa be újfajta előadásmódjukat, mintegy 90 percben, és ezáltal is hozzájárulva egymás kultúrájának megismeréséhez, egy jobb megítélés és harmonikus lét megteremtésében. Ezt a produkciót 2021-ben mutattuk be a Hagyományok Házába, ugye ez a cigányságról szól, a cigánymesterségekről, hogy régebben mennyire fontos volt ez az emberek világában, és hogy mára mennyire elveszett. Ez a Táven Baktele című, Legyetek Szerencsések című produkciónk. A társulatnál pedig 2022. március 1-e óta vagyok, ekkor alakult meg így a hivatásos szférában Magyarország legfiatalabb hivatásos együttese. A performance dramaturgiai kötőanyaga a cigányok vándor természetének ábrázolása. Az etűdös szerkesztésmód arra is lehetőséget ad, hogy váltogassák egymást a hol balladisztikus és lírai, hol pedig épp az élénk, komikus jelenetek, miközben a cigány nép eredetéről és történetéről is képet kapunk. Az idén 60. születésnapját ünneplő Petkó Tamás eredeti szakmája mechanikai műszerész. Az egyház hívó szavát egy franciaországi utazásán hallotta meg, hittudományi főiskolai tanulmányait és pappá szentelését követően állt szolgálatba. A szekszárdi plébános életszeretete, világiránti nyitottsága és kíváncsisága mai napig jól megfér Istenbe vetett hitével.
A 2023-as év Petkó Tamás pap számára két fontos kerek évfordulót is jelent. Idén töltötte be 60. életévét, és 40 évvel ezelőtt a franciaországi Tezében tett látogatása után fordult a katolikus egyház felé. A szekszárdi plébános egyházi szolgálatát megelőzően vegyipari gépésznek tanult, és bányánál dolgozott. Én azt gondolom, hogy ha ránézek egy papra, egy keresztére, egy hívőre, az életével, a szavaival, a tetteivel, bizonyítsa azt, hogy ő Isten embere, hogy ő Krisztushoz tartozik. A Tézében ez volt a nagy áttörés, hogy rájöttem arra, hogy szégyent hozok az egyházra, az Istenre. Egy kereszténynek mondom magam, akkor próbáljak meg keresztényként élni. Nagyon szerettem a családot, és amikor megtértem, akkor jött egy barátnőm, és jó Istenne volt egy nagy vitám. Nekem ez egy meghatározó pont az életemben, a megtérés is, meg ez a vita, hogy hazajöttem Tézéből, Franciaországból, rögtön elmentem gyónni, hiszen új életet akartam kezdeni, más akartam lenni, és ott utána elmentem egy templomba imádkozni. Ezt mondta a pap, Viró László püspök atya különben, talán ismerős itt sokaknak, ugye, és hogy menjek el imádkozni egy templomba, és akkor elmentem, és ott nagy vitám volt a jó Istennel. Mondom, nem akarok pap lenni, mert van barátnőm, és én csádot szeretnék, és akkor egy belül egy hang, hogy Tamás, megoldom, nem kell tő félned. Mondom, érettségén csak úgy átrúgdostak, utáltam tanulni. A főiskolán már jeles voltam azért, főleg a végén, tehát azt már élveztem, amit ott tanultam. A vegyiparéban meg nem szerettem. De mondom, nincs műveltség, a papok mindig műveltek, intelligensek. Mondom, hát nekem azért megoldom, lehet azt majd bepótolni. Apukám vak meg béna volt, nem keltem fel, mikor éjszaka fölébresztett, hogy Tamás, csináltam, hogy alszom, anyukám kelt fel, és akkor masszírozta, ágyba megfordította. Mondom, a papnak kell, hogy legyen ilyen szociális érzékenysége, mondom, nekem ez sincsen, és mindenre kaptam egy belső hangot, hogy ezt Tamás, megoldom, legyél pap, az enyém vagy. És úgy jöttem ki a templom, 20 perc szóval, hogy hát nekem papnak kell lennem. Nem volt ilyen egyszerű, persze utána az életpályán, meg stb., de igazából ez volt egy olyan beszélgetés nekem a jó Istennel, ez nekem egy csoda volt. Nem mindenkinek így van a meghívása a papságra, van akinek sokkal egyszerűbb, van akinek még bonyolultabb, nekem ennyi volt, és én azóta nem úgy vagyok, hogy hiszek az Isten, hogy lehet, hogy van, hanem tudom, hogy van, én találkoztam vele, nekem ez nem probléma, hogy ő létezik. Szabad idejében sok mindennel foglalkozik, jelenleg szakácsképzőbe is jár, de kipróbálta már a gokártozást és a tandemugrást. Lelkes teniszrajongó, ha teheti, ott ül a bécsi tenisztorna lelátóján, és járt már a Roland Garros pályán is, igaz, turistaként. Mindig úgy kezdve a papot, hogy a reverendába, így van a keze is, csak az imádság. Nagyon fontos lenne, de én azért szeretek úgymond a világi dolgokból is, hát úgymond részesülni. Például Dunaföldváron, amikor voltam, akkor ott kezdtem el teniszezni, ott kezdtem el motorozni, ott kezdtem el jégkorcsiázni, meg biliárdozni. Ez mind a négy számomra egy fontos, úgymond találkozás volt az ilyen sporteseményekkel, ezek azért sportolások, és nagyon-nagyon élveztem, és most is a teniszt nagyon szeretem, akár nézni, akár űzni. De már voltam a Roland Garros pályán, akkor magamat meglettem egy ilyen úttal. És volt benne úgymond testi élvezet, ez a testi élvezet, hogy elmentem a Roland Garros pályára. A lelki pedig az, hogy elmentem Tézébe is, ott, ahol megtértem, és ott voltam négy csendes napot. Vannak ilyen, tényleg ilyen extrém sportok, amiket úgy, hát öregségemre kipróbálok, meg úgy elkezdem csinálni. Tandemugrás, ezt kaptam ajándékba egy házaspártól, nagyon kedves pártól. Nagy meglepetés volt, nem is akartam elfogadni, de egy olyan élmény volt, hogy már most mondtam a Káplan atyának, Erik atyának, hogy májusban mind a ketten fogunk ugrani. Tamás atya úgy érzi, a világ megismerése, a tapasztalatok begyűjtése is papi hivatását gazdagítja. Rengeteget utazik Európában és a világban, ilyenkor igyekszik megismerni mások vallását, hitét is. Legszívesebben saját motorjával rója a kilométereket. Én nagyon szeretek motorozni is, ugye ez a motorozás is jött, hogy nagyon szeretem a sebességet. Egy gyerekkori álmom volt, hogy 220-szal menni. Én most televízióban vagyunk, nem szabad 220-szal menni soha, tehát csak a 130 a 90, ugye, de ki kellett próbálni egyszer, nagyon régen már, és akkor azóta én tényleg próbálom betartani a szabályokat, de egy nagyon nagy vágyam volt. Amikor motorozom, az illatok, a sebesség, az előzés, az valami, hát egy ilyen érdekes szabadságérzés nekem, hogy nagyon szeretem ezt.
60. születésnapját is kirándulással ünnepelte, néhány napot a Balatonnál töltött sétával, pihenéssel, és már készül a következő zarándoklatra is. Megyek most nem sokára egy zarándoklatra, nagyon várom Mexikóba, Guadalupe-ba, ami azért nagyon márjak egy hely, egy egészen nagy csodálattal, mondom, remélem a csodálattal elhalmoz engem. Egy paptestvér visz minket, és akkor így megyünk a szizanyát meglátogatni. A guadalupai szizanyát, mert van Medjugorjei, van Lurdi, van Fatimai, most a guadalupai vagyunk. Tehát ez nem, persze nem így van ez, csak mindig azt mondjuk, hogy a szizanya ugyanaz mindenhol, én leszek más. Tehát a hangulattól, a kultúrától, az ottani vallásos embernek a viselkedésétől, ez a pappa nagyon szeretek utazni, mert mindig a helyekre visz engem, ami az életemet megváltoztatja. A legutóbb Sri Lankán voltam egy pár éve vele, és ott is félelmetes volt az, amikor bementünk egy olyan templomba, ahol előtte fél éve robbantottak, és meghaltak első áldozó gyerekek húsvétkor. És látni az ő életüket, ahogy a templom teljesen felújítva, tele virágokkal a hitükben, hogy nem ingatta meg ez a félelmetes nagy tragédia, hogy a hit még erre is választ tudott adni nekik, hogy egy ilyen terrortámadás után nem azt mondták, hogy nem kell az Isten, mert nem jó az Isten, és ott lenni ebbe a templomba, a képeket látni, elmenni a temetőbe, azért úgy megérintődünk ettől, hogy ott vagyunk, hogy ezek az ember életét azért nagyon meg tudják változtatni, akár a halállal, a feltámadással kapcsolatban. Tamás atya élményeit, tapasztalatait prédikációiban gyűjti össze és adja át a közösségnek. Lelki utazásai során újra és újra mérlegre teszi önmagát is. Anyukám, amikor pap lettem, akkor azt mondta, hogy csak akkor legyél, hogyha szent pap leszel. Nagyon komolyan mondta, ezt el is tudom fogadni tőle, hogy ezt akarta, és épp ezért, most megmerem mondani őszintén a televízióban is, nem lennék még egyszer pap, ha így élnék papként is, mert azt gondolom, hogy nem voltam szent pap. Ez a 33 év, amit papként eltöltöttem, lehetett volna sokkal szentebb, sokkal jobb. És mivel voltak ugye az életemben olyan dolgok, amiket megbántam papként, hogy mit tudom én, csúnyán beszéltem egy hívővel, amikor én is fel voltam bosszantva. És akkor úgy értem, hogy nem voltam szent. Egy szent ember az nekem a szent. És ezért én lennék még egyszer pap, de akkor már szentként. Hogyha még egyszer lennék, akkor már sok mindent elengednék az életemből papként, amit másokkal rosszul vagy csúnyán bántam. Plébánosként azt is látja, vannak közösségek, összejövetelek, de fogyatkozik a hívők száma. Mégis bízik abban, hogy az emberek előbb-utóbb visszatalálnak Istenhez, és a fiatalokat is meg lehet majd újra szólítani. Amikor itt voltam 20 éve, meg voltam itt 30 éve is káplán, Farkas Béla atya mellett, akkor megtaláltam őket. Nem tudom lekötni őket, tehát amikor összejövünk, akkor nem jönnek el minden fontosabb. Tehát én az internet világával, a Facebook világával nem tudok már. Sajnos, ha nincsen szülői háttér, akkor még az is néha hiába van, mert még a szülők se tudják a gyereket elküldeni, bérmálkozni, első áldozni. Ez nagyon fájó, nagyon kevesen vagyunk, de azt gondolom, hogy mindig úgy van ez, hogy csökken a létszám, és akkor megmarad egy ilyen kemény mag. És én ebbe bízok mindig, hogy mindig van egy ilyen szent maradék, most éppen a fele megyünk, a szent maradék fele, és ezek majd így egyszer csak így, az emberek rájönnek, hogy ők a boldogok, mert egy olyan biztonságban vannak, amit a hitnél nem, tehát nincs nagyobb, mint a hit. Tehát a Jézus Krisztusi szeretetnél nincs nagyobb igazából, és ezt majd meg fogják tudni az emberek, hogy ez a lényeg, mert minden ebből fog majd, a munkám, a családom, minden ebből fog majd kivirágozni, hogy a hitem majd megmutatja, mi az, hogy igazi szerelem, igazi család, igazi munka, közösségek. A tervek szerint szeptember végére elkészül a Tolnai Szent Háromság szobor felújítása, azonban az ehhez szükséges 15 millió forintból még 3 hiányzik. Thank you.
Azoknak, akik Tolna központjában járnak, szinte lehetetlen, hogy elkerülje a figyelmüket a Szent Háromság szobor látványos átalakulása. A felújítást néhány hónapja kezdték el a restaurátorok. A munkálatok jó ütemben haladnak, így akár már az októberi határidő előtt elkészülhet a szobor. Örömteli hírről tudok beszámolni, folyamatosan dolgoznak, hála Isten az időjárás is ezt lehetővé tette. A restaurátor elmondása szerint körülbelül 70%-os a szobor felújítása, és most már, amint látható, az állványokat is elbontották, kosaras autóból fognak dolgozni, jövő héten minden bizonnyal el fogják vinni a kerítést, és kijavítják, átfesték, már nem a restaurátorok, hanem egy vállalkozó, aki vállalta ennek a rendbehozatalát, úgyhogy nagyon jól állunk. A felújításhoz összesen 15 millió forintra van szükség, ennek 80%-a már összegyűlt, és több jótékonysági koncertet is szerveztek a városban annak érdekében, hogy minél hamarabb meglegyen a szükséges összeg. Volt egy jótékonysági hangversenyünk augusztus 25-én a Tolnai templomban, egy orgona hangverseny 130 ezer forint bevétellel. Ezúton is szeretném tisztelettel megköszönni az adományokat, de nem rejtem vék alá, szükségünk van még további adományokra, úgyhogy várjuk, akik szeretnének adakozni, azok kérem, hogy tegyék meg az alapítványnak, a takarékszövetkezetnél vezetett számlájára lehet befizetni vagy utalni. Körülbelül 2 millió 800 ezer forint az, ami még hiányzik, de hát reménykedem abban, illetve megalapozottan reménykedem abban, hogy rendelkezésünkre fog állni ez az összeg, amire elkészül a szobor. Az ajánlat 15 millió forint, amit majd a végszámlában kell kifizetnünk, és nagyon reménykedem abban, illetve a vállalkozó elmondása szerint a határidő előtt is, ha az időjárás engedi, folyamatosan dolgozni tudnak, akkor szeptember végére, október elejére elkészül a 200 éves szobor, és újra régi pompájában fogja díszíteni városunk főterét. Ez az évforduló, ez a 200 éves évforduló, és általában minden évforduló különös, úgy gondolom, különös jelentőséggel bír, ugyanis bennünket, ma élő utódakat arra hív fel, arra szólít fel, hogy emlékezzünk. Erre az emlékezésre lesz majd lehetőség azon az ünnepségen, amelyen a megyés püspökünk fogja megáldani a felújított szobrot. Erre várunk szeretettel majd minden tolnait. Értelemszerűen konkrét dátum még nincsen, de várhatóan október folyamán erre az ünnepségre is sor fog kerülni. Hamarosan össze fog ülni az alapítvány kuratóriuma, és azon az ünnepség részleteit fogjuk megtárgyalni. Úgyhogy optimista vagyok, bizakodó vagyok. Remélem, hogy kész lesz a szobor. A 15 millió forint nagy része tehát már megvan, az idő azonban szorít, hiszen a fennmaradó 20%-ot, ami nagyjából 3 millió forint, pedig szeptember végéig kell összegyűjtenie az alapítványnak, hogy végül a Szent Háromság szobor új pompájában ragyoghasson majd a város központjában. Aki szeretne, az még tud adakozni. Külön kiemelném most is az elszármazottakat. Az elmúlt időszakban, amik jöttek adományok az alapítványi számlára, azok mind az elszármazottaktól érkeznek, tehát az elszármazottak részéről különösen nagy érdeklődés kíséri a felújítást, úgy gondolom. Természetesen a tolnaiak részéről is, de az elszármazottak most jobban örülnek, talán így is lehet mondani, a szobor felújításának. Thank you.
Önök kulturális magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!